Több alkalommal beszámoltunk már a városunkban működő Merlinház tevékenységéről, rendezvényeiről. Mostani találkozásunkat egy nagy jelentőséggel bíró lehetőség alapozta meg, amely kapcsán a szervezet komoly elismeréshez juthat közönség szavazatok segítségével. Nemes Péter ügyvezető igazgatóval, ifjabb Nemes Péter, valamint Bátori István képviselőkkel és oktatókkal való beszélgetésünket azonban a kezdetek felidézésével, céljuk, programjaik bemutatásával kezdtük. A Merlin ház az garázsvállalkozásként indult, amikor 5 évvel ezelőtt a saját otthonunk garázsát alakítottam át oktatóteremmé, és matematika, kémia, természettudományos tárgyak felkészítésével foglalkoztunk. Jöttek hozzánk diákok egyénenként, csoportonként is, és így kerültem kapcsolatba a Matehetszel, a tehetséggondozó szervezettel, és alakítottam át ezt a vállalkozást Merlinház tehetségponttán, és kezdtük el a országos küldetésünket. Találkoztunk a Pontfelem Kft-vel, a Mobidik utazó digitális iskolával, akikkel együtt bejártuk az egész országot, és próbáltuk ezt a korszerűbb oktatást, iskolán kívüli oktatást, készségfejlesztést bemutatni, különböző technológiák, korszerű technológiák használatával, és folyamatosan egyre bővültünk, egyre fejlődött ez a kis vállalkozás, és ma már Merlinház Nonprofit Kft-ként üzemelünk. Közhasznotársaságként működünk. Ebből ugye az is következik, hogy saját magát tartja fönn. Általában nem bevételek, hanem adományokból élünk. Eddig még úgy tűnik, hogy ez a gazdálkodási forma elég jónak tűnik. Nem könnyű, de megoldódik meg. Talán a tevékenység tartalmának jobban megfelel. Tehát a tehetséggondozás az mindig ilyen közhasznú tevékenység volt, annak ellenére, hogy hivatásból is csinálják az emberek. Mi közhasznú tevékenységet csináljuk. Több tábort is szerveztünk. Az egyik az itt volt pont a Lafferd Kúriában. Az egy egyhetes napközis jellegű táborunk volt. Itt is volt mindenféle robotika, mikrobit, 3D nyomtatás, tehát ez a mi portfóliunk, illetve drón reptetés, drón programozás. Ugyanezzel jelenünk meg most a Sátor Aljaújhelyen a Rákóczi Szövetség táborába. Ez folyamatosan egészen június végétől augusztus végéig tart, és 5 hétre mentünk mi, tehát a Merlin ház az 5 hétre ment a Mobidik digitális iskolával, és hát most is a riport után indulunk azonnal, egyetemistáknak tartunk majd most foglalkozásokat, nagyon élvezik a gyerekek, és hát valahol ez is a küldetésünk, hogy szeretnénk ezeket az ismereteket egész országos szinten terjeszteni, tehát amit mi utána néztünk, mi kidolgoztunk foglalkozásokat, azt bemutatjuk, illetve ahova elmegyünk, ott mi is tanulunk azért, megnézzük, hogy mások hogyan csinálják, és szeretnénk ezt így szétterjeszteni az egész országban. 3 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük, akkor például a Lego robotokkal nagyon kevesen foglalkoztak, most már szinte, hát nem minden iskolában, de nagyon sok iskolában vannak Lego robotok, 3D nyomtatás. Azon felül, hogy ezekkel a korszerű technológiákkal szeretnénk megismertetni a gyerekeket, egy ilyen egységes természettudományos látásmódot is szeretnénk közvetíteni, hogy hogyan érdemes megközelíteni ezeket a komplex problémákat, tehát nem csak műszaki tudományokkal, hanem biológiával, kémiával, tehát természettudományos ismeretek közvetítésével is foglalkozunk. Említetted az iskolákat, és ezzel kapcsolatban helyi szinten a Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskolában nagy az együttműködés. Igen, én ott is dolgozom, és már az elején kialakítottunk egy olyan együttműködést, amiben egymást támogatva tudunk működni. Közösen használunk erőforrásokat, közösen szervezünk programokat, vagy az iskolában, vagy a Lafferban, vagy egyéb külsős helyszínen, és egymást támogatva nagyon jól tudunk együttműködni.
a vírus előtt, mi Alaferkúriában folyamatosan csináltunk szeptember óta gyerekeknek foglalkozásokat, külön a kicsikre és külön a nagyokra bontva. A vírus egy kicsit bekavart március óta, ugye ezt nem tudtuk csinálni fizikai valójában, de online órákat készítettünk, és online órákat vittünk szinte a nap minden nap a gyerekeknek, és most úgy néz ki, hogy szeptembertől vissza tudunk állni. Négy foglalkozással szeretnénk indulni. Újonnan érkező kicsiknek, illetve nagyoknak akarunk külön foglalkozást tartani, illetve körlevél visszajelzés alapján azt tapasztaltuk, hogy a régiek is szeretnének tovább járni hozzánk, tehát egy haladó kicsi és egy haladó nagy csoporttal is indulunk szeptembertől. Országos szinten most van kialakulóban egy dunaújvárosi könyvtár kapcsolatunk. Ők az idei évben kezdték el egy olyan programot, egy olyan országos könyvtári programot, ami arról szól, hogy a könyvtár az nem csak a könyvekről szól, hanem szólhat minden egyéb okosságról is és újításról, és nekik nagyon kapóra jött a régi ismerettségünk, és ők szeretnének egy hosszú távú, hát valamilyen bemutatóval kezdődő, és utána valamilyen foglalkozással folyamatosan jelenlévő fejlesztő foglalkozást indítani a környező általános iskolás gyerekeknek. Ez most éppen kialakulóban van, most szervezzük, hogy hogyan tudunk jelen lenni ott is. A MaTehetsz tehetségpontjaként működünk, és eddig kiváló akkreditált tehetségpontként működtünk, és ezt szeretnénk megújítani. 3 évenként ez kötelező, de most, hogy bővültünk, és tényleg egy ilyen országjáró utakra is megyünk, ezért szeretnénk országos hatókörű tehetségponttá alakítani a tehetségpontunkat. Szeretnénk bevonni diákokat, tehetséges diákokat, részt vettünk a MaTehetsznek a tutor programjába is, onnét jönnek hozzánk tehetséges diákok, akik vezetik a foglalkozásainkat, jönnek velünk az országjáró utunkra, és szeretnénk bemutatni ezeket a foglalkozásokat, ami műszaki és természettudományos területekre vonatkoznak. Mi történik azokkal a gyerekekkel, fiatalokkal, akik a Merlinház kezei alatt nőnek fel? Hát a legtehetségesebbeket szeretnénk kiemelni a csapatból, illetve hát egy közösséget is szeretnénk, tehát nem csak tudást szeretnénk átadni, nem csak egy korszerű látásmódot, hanem közösséget is szeretnénk teremteni, és a legtehetségesebb diákokból pedig szeretnénk foglalkozás vezetőket, segítőket kinevelni, illetve hogyha már elérnek egy bizonyos kor, tehát amikor már egyetemisták, akkor pedig szeretnénk nekik lehetőséget biztosítani cégek gyakornoki programjában, és azt szeretnénk, hogy továbbra is még egyetemistaként is ötletekkel, segítőként, tanfolyamvezetőként jöjjenek és segítsék a munkánkat. Most bekerültetek egy 100-as listába, mégpedig az Edison Platform 100-as listájába. Erről mit tudhatunk? Ez az Edison 100, ez egy országos nívódi, amire szülők és gyerekek választják be azokat a szervezeteket, akik velük foglalkoznak, gyerekekkel foglalkoznak iskolán kívül. Ebbe idén 440 szervezet került be, és ebből a 440-ből egy valamilyen szakmai zsűri választotta ki azt a 100-at, akik képviselik magukat ezen a 100-as listán, és most történik egy közönségszavazat, és ezzel a közönségszavazattal lehet még lépkedni ezen a ranglétrán fölfelé. Jelenleg követve a közönségszavazatot elég jó helyen állunk ebben is, ez jövő hét keddig tart, augusztus 25-éig tart a szavazás, és 26-án lesz a zsűrinek a döntése, és fogják meghatározni, hogy ki áll az élén a 100-as listának. Ez csak egy országos elismerés, tehát igazából ez tényleg egy nívódíj, ami egy rang ezek között, a cégek között. 8 kategóriában lehetett beválogatni a cégeket. Ugye a szülői ajánlás után a 440-ből kiválasztották azt a 100-at, aki érdemes volt a 100-as listára bekerülni, és ennek megfelelően kerestek meg bennünket is, és részleteztük a cégnek a működését, tavalyi év működését, idei év működését, stb. Mindenféle digitális témával kapcsolatos
kategória, fenntarthatósági kategória, természettudományi kategória, elsősorban ezeket jelöltük meg a foglalkozásainknak megfelelően, és ezek alapján kerültünk be. És aki szeretné ilyen módon támogatni a szervezetet, illetve hozzájárulni ahhoz, hogy minél nagyobb elismertséghez jussatok, hogyan szavazhat? Igen, ez a közönség szavazat, amíg él, ez megtalálható a Merlin-háznak a weboldalán, több helyre is kitettük, cikkbe, felugró ablakba, mindenféle kis bannerban, minél figyelebb fel kell, több legyen. Augusztus 25-ig a merlinház.hu weboldalon megtalálható.